így dolgozom. Látom, már teljesen készültség az uniós csatlakozásra, hogy itt vannak az Európai Unió zászlók, a számítógépeket. Na most hadd kérdezem, az unió zászlókon kívül esetleg magyar nyelvű klaviatúra vagy rendszer az van-e? Mert azt mondják, hogy azért nincsenek magyar nyelvű formanyomtatványok, mert hogy csak cirill betűs program van. Van, mégis tudom mutatni, átváltsuk az. Tessék nekem mutatni magyar nyelvű formanyomtatványokat vagy tájékoztatókat. De bizonylatilag most nincs itt, mert ritkán kérik őszintén még a magyarul, vagy nem akarják kérni, vagy nem kérik, de ritkán adjuk ki. De most legújabban, hát nézze, így adtuk ezt a formát, tudom, nincs büntetve valaki, akkor így gépeltük minket le, szerbül, de ugyanezt tehát magyarul gépeltük. Na most legújabban beprogramozták ezt a bizonyos bizonylatot, ez csak így szerbül. Azért, mert ez be van táplálva a közös program. És le kellene hallítani a rádiót, hogy jobban halljuk. Na most én ezt máskor gépeltem magyarul. Ugyan ezt én gépeltem az egészet, de magyarul legyen gépelni. Átmentem a tasztatúra a magyar nyelvvel, csak meg kell tudnom, hogy hol van az ő a tasztatúra, és legépeltem. Most legújabban egy új programot valósítottam meg, ami hogy is írja. A központi rendszer, hogy valaki nincs büntetve, és akkor ezt most latinul kibírom nyomtatni, de ez magyarul nem tudom. Elkölcsi bizonyítvány magyarul. Igen, igen, akkor igen. Pont ellenkező irányba megy a dolog. Bocsánat, azt lefordítsák aztán ugyanezt, tehát le kell fordítani magyar. Hogy hivatalos legyen. De vali lefordítsa ezt illegépelen, így szóval kihúzza a gép. De nem lenne egyszerű, hogyha a valikának nem kell minden egyes alkalommal hivatalos fordítást csinálni hát róla, hanem lenne egy magyar nyelvű erkölcsi bizonyítvány formula. De most ez lehet, hogy egy műszaki probléma, hogy beállítsák ezt a programot, hogy ez magyarul is jöjjön ki, vagy ki lássen nyomtani. De tudom, hogy így ez, mivel összpontosítva van az egész bíróság területén, hogy ez van-e büntetve, akkor egyébként kidobja a számítógép, hogy ez büntetve vagy nincs. És akkor úgy van beprogram, hogy a szerbi van. Mert a számítógép azt csinálja, amit beprogramoznak. De azelőtt azt akarom mondani, hogy lebírt a magyar új gépet. Ez most tehát most rossz irányba mennek a dolgok. Hát ez most egy, az idén kezdett ez. Tavaly volt ilyen mintapróba, és az idén ez most már beindult. Tessék valamit mutatni magyarul. Ott, amikor a igazságszolgáltási fejezet. Én itt a magának nem is tudom, hogy mutassak meg. Tomikám, bocs. Hát nem tudok mutatni, most már esetleg ezt meg kellene keresnem ezt a bent az archívumban, mit gépeltem magam, de ez nagyon ritka, nehéz lesz megtalálni. Semmit nem teszi tudni magyarul mutatni, formanyomtatvány, tájékoztató. Költségmentességi nyomtatvány például van, szeretném költségmentességet szeretni, illetéket nem szeretnék levonni. Van egy nyomtatvány, ami kitanít engem arról, hogy hogyan lehet költségmentesen perelni magyarul. Nem bírok mutatni, hogy tényleg nincs is, amit mutassam. Nálunk, ami vannak ezek a pöröket, jelenleg azt mondják, hogy mind szerbügyenek, az a végrehajtás, mind szerbügyenek. Tehát minden szerbügyenek, 40%-ig magyar településen. Szerbügyenek, nem mondtam, most nem mutatok. Köszönjük szépen. Egy magyarul, valamit, akkor nincs mindent. Hát semmi nincs magyarul, akkor nem is tartok föl, mert... A pörök, meg ez a... Vannak mind szerbügyenek, ott van azok mindezek a tárgyak, és mi van, ha valaki nem tud jól szerbül, vagy nem akar? Hát, azt mondja, hogy kérem szépen nekem, a déli nagyanyám is, a nagyanyám is, az anyukám vagyok, is. Itt vagyok, én beszélek. De akkor mondjuk egy idézést kap. Igen. Szerbül kapja az idézést, idézés, akkor én azt de nem tud szerbül, de akkor jöjjön be, igen, és kérjen fordítást. Igen, kérhet fordítást, és akkor az idézés nem kell, én lefordítom neki. Na de hogy megy ki az idézés? Hát innét, a jó tudom, hát szerbül megy az idézés. Az idézéseket nem jön, ez az iktató, itt a posta jön be, ugye meg szortírozok, mivel hova még, a bírók meg az idézést nem tudom. És vannak olyan ügyfelek, akik magyarul leveleznek? Itt-ott akad, de nagyon kevés szám. Itt van. Százból van. Én például most egy büntet, egy magyarul kérte azt, tehát nem tudom, hogy hol van, valamik nap olvasok. Magyarul írta. Vagy hagyatékban. Igen, hagyatékban. Nem tudom, hogy hol van most. Megvan. Esetleg van még. De nagyon kevés. És ez miért van vajon? Hát én nem tudom. Mert az ember szeret az anyanyelvén kommunikálni, nem? Most például ezért csinálni.
Köztársaságos Magyar Ügyvéd. Igaz, ez Németország vagy mindegy. Tehát Németországban élő magyar, ahol... Úgy hiszem, hogy el is bíjak. Most érkezett már április 18-án. Nem szeretném senkinek a személyes adataival vele olvasni. Ritkán, van, de... És olyan, aki Németországban él, tehát nem Óbecsén élő magyar, hanem Németországban élő óbecsei magyar. Na jó, hát köszönjük szépen. Isten áldja, hogy szorítsa meg a kezét. Six court rooms. So this means that the court rooms is in action. It means it's working now. Here is the schedule. Bucsú Árpád, judge. És akkor mondanám a magyar nézőknek, hogy tehát ez egy tárgyalóterem az Óbecsei Bíróságon. Megint csak hangsúlyoznám, hogy 40%-ban magyar délvidéki településről van szó. Ugye Árpád Bucsú, akik mi annak az édeny a szép időben még tanultunk vagy civil betűket. Bucsú Árpád, ugye tehát egy magyar nyelvű bíróról van szó, ez a szugyiá, feltételezem, hogy bírót jelent, de hát ugye szó nincs valami, hogy magyarul ki lenne írva. Az, hogy tárgyalás van folyamatban, szintén nincs magyarul kiírva, és ez az úgynevezett tárgyalási jegyzék, akik látták az erdélyi filmünket, már ismerik a problémát, hogy ugye az ügyszám, az ügynek a megnevezése, a tárgyalás időpontja egyaránt csak civil betűkkel, szerb nyelven van kint a 40%-ban magyar településen. This is the president. Dobar dan, poštovanje, predsjednik suda Goran Čimburović, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Poštovanje Čimburović, predsjednik suda, izvolite. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Potpisan, dobar dan, poštovanje. Dobar dan, mi se poznajemo. Saša s nama sedi. Elnézést kérünk, hogy önre törtünk. Isto smo ovako navalili na vas. Tam posla, tu smo. Sve je u redu. De az a szokás, hogy bejelentés nélkül megyünk ezekre. Praksa je da se obilazi teren bez najave. Ezekre az... Prethodnog prijavljivanja. Poglavlje 23 upoznata i sam ja sa time. Sve je u redu. Mislim, znam da je... De praksa Európskog parlamenta top. Na, tudja, hogy ez az Európai Parlamenti gyakorlat. Ami a mi szakterületünk és ami iránt érdeklődnénk, az a nemzeti közösségek, nemzeti kisebbségek jogainak az érvényesülése. Ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Az igazságszolgáltatásban. U oblasti pravosuđa. Különös tekintettel az Óbecsén 40%-ban őshonos magyar közösségnek a jogaira. Na to, kako se ostvaruju pravo magyar, kojih ima 40% u Bečeju. Ugye az európai normáknak megfelelően és a szerb jogszabályoknak megfelelően is. Shodno európskim normama i propisima Srbije. Biztosítani kell, illetve biztosítani kellene. Ili trebalo bi obezbediti. Az anyanyelven történő részvétel lehetőségét. Mogućnost učešća u postupcima ili na maternim jeziku. A magyar nyelvű lakosság számára. Za magyare koji ovde žive. Erről szeretnénk egy képet kapni. Od tome bismo želeli da dobijemo jednu sliku kako se to odvija u Eddig a diktatóban jártunk. Bili smo u prijemnoj kancelariji. Ahol örültünk annak, hogy magyar nyelven beszélhetünk. Se radovali što smo mogli da razgovaramo na mađarskom jeziku sa referentom. Ugyanakkor kénytelen volt beismerni. Istovremeno on je bio prinuđen da prizna. Hogy nagyon-nagyon ritka esetben. Da veoma retko van magyar nyelvű kommunikáció. Postoji komunikácia na mađarskom. A magyar nyelvű lakosság részéről. Sa strane stanovništva, stanovnika Mađara.
Először is kíváncsi lennék elnök úrnak a véleményére azzal kapcsolatban, hogy miért van ez így. Najprej bih želeo da čujem vaše mišljenje o tome zašto je to tako. Miért nem használják az anyanyelvüket az igazságszolgáltatásban. Maternyi jezik u oblasti pravosudja. És utána pedig szeretném, hogyha adna nekünk egy képet arról. Nakon toga bih želela da dobim jednu sliku o tome. Hogy akár a polgári, akár a büntető ügyekben. Da u građanski parnicama ili krivičnim predmetima. Akár nem peres eljárásokban. Ili u vanparničnim predmetima. Hogyan érvényesülnek az anyanyelvi jogok? Kako se ostvaruju. Van-e lehetőség magyar nyelven? Ostvaruje pravo učešće u postupku na maternjem jeziku, da li postoji mogućnost podnošenja podnesaka beadványok készítésére. U pripremi, da. Maga az eljárásnak a szóbeli nyelve. Kako se usmeni postupak odvija, da li postoji mogućnost vođenja usmenog postupka na mađarskom jeziku. A jegyzőkönyv milyen feltételek mellett készül magyarul. Pod kojim uslovima može da se začini zapisnik na mađarskom jeziku. És egyrészt a határozat. Magyarul el tud elkészülni, másrészt pedig da, a može da se napravi sačini rešenje na különböző olyan igazolások, mint a neke potvrde, mint az előbb hallottuk azt a tájékoztatást, hogy az erkölcsi bizonyítvány például nem lehet magyarul kiállítani. Potvrda o nekažnjivosti, o nekažnjenosti. Ne može da se izda na mađarskom jeziku, smo čuli u tamo dole u pisanju. 2010-14-ig 50 kilometerre Újvidékre kellett, hogy utazzanak a ügyes bajos dolgoiknak az intézése. To je samo tako, što je samo otežavalo i... Ami megnehezítette. Drago mi je da je tada prepoznata potreba građani da je sud vraćen Bečeju. Fölismerték annak a szükségét, hogy adják vissza a bíróságot u Bečeju. Želeo bih da vam kažem da je osnovni sud u Bečeju, odnosno tada opštinski, jedan od najstarijih sudova na teritoriji Republike Srbije, koji ima dugu i dobru tradiciju. Az egyik legrégebbi bíróság Szerbia területén, amelyiknek hosszú hagyományai vannak. Tako je. Gde po ovoj novoj sistematizaciji, dakle po novoj nadležnosti, pod osnovnim sudom u Bečeju, spada i teritorija opštine Novi Bečej, koja se nalazi sa druge strane Tise. I osnovni sud u Bečeju pokriva opštine, kad kažem pokriva svojom nadležnošću opštine Bečej i Novi Bečej ili okvirno oko 70.000 stanovnika. Két község lakosságának, tehát Óbecsej és Törökbecsej lakosságának a száma 70.000 körül van. Osnovni sud u Bečeju u svom postupanju ima 7 sudija. Két bíró van. Od čega je troje mađarske nacionalne pripadnosti, nezavisno od svega, dakle, u našem sudu, jedan sudija, kolega koji je mađarske nacionalnosti, je određen za postupanje na postupke i na mađarskom jeziku kada to stranke zahtevaju. Tehát egy bíró van megnevezve, hogy azokban az esetekben eljárjon, amikor az ügyfelek kérik, hogy az eljárás magyar nyelven. Kolega se zove Arpad Bucsu. Bucsu Arpad. I u zavisnosti od toga da li stranke žele da se postupak vodi na mađarskom jeziku, onda... A to függően, hogy az ügyfelek kérik, magyar nyelven folyjon az eljárás. Postupci koji se pred sudom obavljaju putem tumača za mađarski jezik i na zahtev stranke kada se vode na mađarskom jeziku. Tehát ebben az esetben, utom szúcsai posztupak, gospodin, abban az esetben jár el a búcsú Árpád. Tehát amikor az ügyfelek kérik, hogy az eljárás... Poslovnikom je predviđeno, da u slučaju... Opet vi znate o čemu pričam, traže izuzeće kolegi Arpada da drugi sudija postupa na umjesto njega. Ojan ešet išto je ozvić velike Erika Buča Arpadnog kivitela za išit. Vam je lupo. Ešet već mašik bilo lepo. Pred našim sudom ima postupaka koje se vode na, odnosno putem tumača za mađarski jezik. A koliko je... Tako je, a koliko je meni poznato, nijedna stranka nije tražila da se postupak vodi na mađarskom jeziku. Tehát az én ismeretem szerint, do današnjeg dana. Eddig a mai napig egyetlen egy ügyfél sem kérte, hogy magyar nyelven folyjon az eljárás.
Nek mi lehet ez a... Koji je razlog u tome? Pa ja ne mogu da govorim za druge. Stranka ima svoje pravo. Pa ću, znači, stranka ima svoje pravo. To ne zavisi od suda, to zavisi od stranaka. Én büntetőjogász vagyok, és borzasztó nehezen tudom elképzelni azt a helyzetet, hogy egy vádlott, egy terhet önként azt akarná, hogy az egyébként is kiszolgáltatott helyzetében ő ne az anyanyelvét használhassa. Elemi érdekem, hogy... Moje elementárno právo je... Hogy tudjam követni az ellenem folyó eljárás... Pratiti postupa koji se vodi protiv mene... Pontosan értsem, hogy mi történik... Da tačno znam šta se dešava... Mivel vádolna... Čime me obtužuju... Mi az, amit az ügyész mondja a iratában... Šta je tužilac rekao u obtužnici... Pontosan mit kérdez tőlem a bíró... Tačno šta me sudija pita... Mit mond a tanú, akivel szemesítene... Šta kaže svedok, sa kim me suočavaju... Za svaki slučaj postoji institucija i opet se vraćam na sudske tumače. Po pitanju toga koliko kolega poznaje određenu materiju, ja vam opet kažem, postoji kolega koji postupaju u građanskoj materiji za svaki slučaj, mi do sada nismo imali taj slučaj, znači to zavisi od stranaka, međutim... Šta god da je sporno. Ako možete čokar eseriju kjede seretnije... Sad ću postaviti jedno mnogo jednostavnije pitanje. Recite. Mi je zakodaje onak, hogy a bírósági jegyzék... tárgyalási jegyzék, a tárgyalóterem ajtaján magyar nyelven is ki legyen téve. Koji je razlog, ovaj, zašto nije raspored suđenja nije stavljen na vrata? Na dvojezičnom? Da, na magyar. Ja da vam kažem, to je u nadležnosti postupajućih sudija, iskreno ne mogu da vam kažem. Znači, raspored prostorija, ako ste obratili pažnju kada uđete u sud sa leve strane, je... Dvojezičan. To je do sudnika. Slažem se sa vašom sugestijom. Vidite ovako, treba, samo da objasnite gospođi, sudija je samostalan u obavljanju svojih poslova. On je samostalan. Slažem se, ja se zahvaljujem na sugestiji. Na prvom kolegiju ću sugerisati svojim kolegijama. Ja ne mogu da im naredim. Predsjednik suda je samo prvi među jednakima. Ali u svakom slučaju ću sugerisati. Hvala vam, primjedba vam je sasvim na mestu. Iskreno da vam kažem, dobro da ste mi to ukazali. Međutim, svako odgovor za svoj rad, ja... Ne vidim razlog zašto to ne bi bilo tako. Nem látom okát annak, hogy ne legyen kitéve. Ezt köszönjük. Zahvaljujem. A másik pedig, hogy azt mondták az iktatóban, hogy például erkölcsi bizonyítványt azért nem tudnak magyarul kiadni, mert csak civil betűs számítógépes programjuk van. U pisarnici su nam rekli da ne mogu izdati uverenje o nekažnjivosti, zato što imaju samo... računana sa ćirilicom. Ne, evo vidite ovako, ja ne znam šta vam kolege šta su vam rekli, svako ko zatraži i na mađarskom jeziku, to se automatski prevodi u račun suda. Da, Biroša, Kjoči, Iraki, Barki, Keri, Lefordića, Mađarnjavra. Nismo, imali smo slučajeva gdje je to išlo preko sudskih tumača. Ovo to je naša tišulja Birušak i Fordi tokom karasiju. Drugo, odmah ću vam reći ovako, obrasce propisane obrasce za izdavanje uverenja, pretpostavljam da govorite o uverenjima o nekažnjavanosti. Obrasce izdaje viši sud. Da, da se kada lopokot, a feši biru. Sud iznad nas. Znači mi dobijamo obrasce koje samo nakon izvršenih provera popunjamo. Ja, kada se kada žir lopokot. Da, feši poku biru šaktu. Što bi mi rekli narodnim mestom, pogrešna adresa za pitanje. Nismo, mi nemamo mi fotel, mi ne pravimo. Teva šajra. Adresa. Da, oni bavim sam mi dobijamo samo. Ők csak kapják. Tehát ők csak... Tehát eltérő helyzet, mert ugye felső bíróságok adott esetben nem olyan területen működnek, ahol 15%-ot meghaladja a nemzetiség aránya, magyarság aránya. Itt, ha meghaladja, akkor viszont itt is garantálni kellene a két formális. Dakle, sudovi, visi sudovi, verovatno, kaže gospodin, rade na područjima, gdje nema
odnosno bi je manji procenat stanovništva mađarske nacionalnosti, ali bi zato morali da obezbede i te obrase na područjima gdje niži sudovi. Još jedna sugestija koju ću da prenesem gore, jer se ja nisam nadležan za to. Bi to nastavljalo. Čugamo te. Ja vas lato tamo. Molim? Igen, tehát a garanciári szempontból nagyon fontos, hogy például egy polgári perben mondjuk költségmentes eljárást kérhessen az ügyfél. Dakle, veoma je važno da ukoliko stranka traži da bude oslobođena sudske takse ili troškova postupka. U vezi toga mislite? Ne, sad on govori već o drugom. A jasno. Igen, és ugye nincs ilyen nyomtatvány, megkérdeztük a diktatóban, tehát nem magyar nyomtatvány. Ne postoji, znači, on govori o formularu na kojem bi se podneo zahtev za oslobađanje od troškova postupka i sudske takse. Verovatno da ovo pitanje proističe iz razlike u sistemu, mi kod nas to advokati traže u postupku. Kod nas je drugačije. Ja vam, mi do sada nismo imali takav slučaj, sve što je, još jedna sugestija, evo, ali do sada kažemo sve što je, mi to u hodu rešavamo, situacija koja kada bi se dogodilo, automatski se radi. Znači, prihvatam i tu sugestiju da treba da bude pismeno, ali to se da... Egész bírósági állomány, tehát a bírók és a nem bírói állomány tekintetében ön szerint megvalósul a részarányos foglalkoztatás, tehát a 70 000 ide tartozó van elfoglalt magyarság. A pitanyú nacionálni pripadnosti, zapošljavanje, da li je obezbedjena sravnjena. Ja ću vam reći sad ovako. Razlikuje se kako se primaju sudije i ko je nadležan za primanje sudije i za primanje radnika. Tehát abban a különben azik, hogy ki veszi fel a bírókat, és ki veszi fel a dolgozókat. Szúdje bíra viszki szájt szúztva. A bírókat? Nocsi szúdje bíra, se bírja jön a republikum nyomó. A köztársasági szinten. Vodi se računa po meni, se vodi računa o tome. Dakle, ja... Szerintem figyelnek erre, vigyelnek erre a kérdésre. Po pitanyu... Teljesen jogos a kollégának a kérdése, hiszen ez benne van a jogszabályban, a részarányos foglalkoztatás. Ezzel együtt, ami inkább számít, az, hogy mennyire meri valaki és akarja valaki a magyarságát vállalni, mert hiába van magyar bíró, hogyha mondjuk a magyar bírónak a neve a tárgyalótermén, civil betűkkel szerbül van kiírva, és az összes hírbetűs a tárgyalótermén. Köszönjük, oké. Igen, a nyelvi tájkép, tehát ez nagyon fontos, hogy milyen nyelvi tájképpel találkozik az ügyfél, vagy a peresfél, vagy a vádlott, ösztönzi-e őt arra, hogy felszabadult a nyelvi a nyelv használatát. Da, 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 on kontextu, kada ugye stranka, on zna, da ima tu zaposlenih magyara, pa on drugačije. A nyelvi tájkép jelenleg teljesen szer. Ja sam ciljno, kad sam, bez obzira što su to divne kolege, ali baš zbog toga što je međunacionalna sredina na mestima gde imaju najviše opštenje kontakt sa strankama postavio lica koje razumiju, koji su mađarske nacionalnosti, baš zbog toga. Nagyobb a frekvenciju, tehát több ügyfél van, szándékosan helyezett oda magyar munkás. De itt a nyelvi tájkép alatt a kiírásokat is értjük, sőt elsődlegesen ezt, tehát hogy mi az a benyomás, amikor belép valaki a bíróság épületébe, csak szerb nyelvi tájékoztató. Tu dvojezičnost, znači da natpisi budu i na jednom i na drugom jeziku. U našem sudu, sad ću vam reći, na ulazu u zgradu još kad uđete, možete vidjeti na tablama da je to dvojezično, sve u skladu sa sudskim poslovnikom i važećim propisima, počevši od naziva organa u koju ulazite. Ja ovdje biru šaga bajara to kezaju, sobajoknak mekfelelijan, kjet njelvi felino tako vanjak. Imate tabla. Pojasnite. Znači piše samo pogledajte, znači kancelarije u kojoj postupaju, sve je određeno. Tako je. Hát a bírók neve, illetve a szobájának száma, de például egy tájékoztató anyagot találtunk, Európai Uniós finanszírozású, valószínűleg jogsegéllyel kapcsolatos perenkívüli eljárások, közvetítő eljárással kapcsolatos tájékoztatást, az pedig csak szerb nyelvű volt. Hát meg a hirdetmények. Igen. Na ulazu su našli samo na srpskom jeziku neke oglase. Ne. Ne govorimo isto. Ne. Európai Uniós finanszírozású. I nešto što finansira Európska Unija, neka plakata. Ja kad budete, ja ću biti toliko, ja sam malo uporan u životu, znači samo vam ću i pokazat ću vam na ulaz, kada uđete dole u predvorju sa leve strane, iznad pulta, velika tabla, mislim da je plave boje, gde je bukvalno i na srpskom i na mađarskom ime i sudije i saradnika i svih i sudnica. Ovo uopšte nije potrebno gore, nego smo mi sticajem nekih okolnosti to
uspeli iskreno da kažem, to je neka tehnička stvar, međutim meni je bitno ono što prepisuje poslovnik, gde sam apsolutno ispoštovao da postoji taj deo tamo. Tako kaže sudski poslovnik. Sudski poslovnik što više samo zadovoljava to što imamo dole. A ja nisam pisao sudski poslovnik. Ügyfeleknek szóló tájékoztatása arról, hogy milyen feltételekkel vehetik igénybe a jogsegélyszolgálatokat, a közvetítői eljárás, mediációt. Olyan obavestényes rákanak, hogy úgy, hogy ma mogu da koriste evropske neke fondove za učešće u postupcima i to je samo... To govorite zone Panoja? Na Panoje mislite? Na Panoje? Jedna neka plakata je tamo. Opet pogrešna adresa, to smo dobili iz ministarstva, nešto dobijemo, na kom jeziku dobijemo mi okače. To je naloženo da se stavi. Vonana kako daje ovo djen jelezam. Sve što smo dobili, iskreno da vam kažem, i ne znam tačno, to su tehničke stvari. Ali ne znam, to sve ste dobili. Pita, da li ima neki smeće da vi kažete ministarstvu da se to objavi, odnosno... Evo, dali ste mi još jednu sugestiju. Reći ću da ste bili, da li će oni uraditi? Šta da vam kažem? Predlažem da se... Hvala, budite sigurni da hoću. Za Europskoj uniji je naljom fontoš jertek, a njavi šupsinu šek. U Europskoj uniji je veoma važna vrednost multikulturalnost. Pont egy Európai Unió által finanszírozott tájékoztató anyagnál lényeges, hogy az intélő magyar bőrség nyelvén értesüljön. Sács jól recsi, akkor szucki poszlovnik, és to bi mi narodnim rečnikom rekli bukvar za mene kao rukovodioca. Sve što je u suckom poslovniku predviđeno kao moja nadležnost, ja sam to i uradio. Sud, ne kažem ja, nego sud, mislim da sud. Sud kao organ. Sve ostalo je više instance. A evo sugestija, ja ću pogledat ću šta je to od Panoa, pa ću zatražiti, ako postoji mogućnost da mi dostave. Onog momenta ako dostave, ja ću to okrčiti. Znači to nema veze. Ne, ja kad kažem, mislim na sud, to su tehnički. Ljudje, megér, sa ovdje megér, kezi kabba a pinatba kifogom ti. És annak van akadálya akkor, hogy a magyar bírónak a nevét kiírják magyarul, és a tárgyalási... Tehát magát az, hogy bíró, ugye az sincs kiírva magyarul, tehát a átmányt bírónak a neve, az a bíró, tárgyalási. Sad ću vam reći, opet se vraćam na to, dakle, sudskim poslovnikom je uopšte nije predviđeno da na sudnicama budu šta više imena sudija. Ono što je predviđeno je dole, gdje je napisano i srpskom i na mađarskom. Ali evo i ta sugestija i to ćemo ispraviti, nikakav problem. Testi šefogom, nikakav problem. Igen, i to njev törvinj. Az egyértelműen úgy fogalmaz a kisebbségi, igen, kisebbségi törvény, hogy ahol ugye a 15%-ot eléri a adott nemzetiség, például itt a bírósági eljárásban a nemzeti kisebbségi nyelv használata mindenhol szabály kötelező. Nyilván azt jelenti, hogy a tájékoztató anyagok tekintetében a két nyelvűségnek érvényesülnie kell. Treba da se obezbijedi dvojezičnost. U čem? U postupu i obaveštenju. Ovo je zakon o pravima i slobodama nacionalnih manjina. Ne, ne, u redu, nije problema. U sudskim postupcima je... Član 11 tog zakona. Dobro. Tog zakona koji predviđa da se u sudskim postupcima... Ja ne vidim ništa spornuto. U sudskim postupcima je obezbeđen, ne vidim ništa. Obaveštenja postoje. Te sugestije koje ste nam dali nije sporno, znači to su neke stvari koje se uhodu, nikakav problem. Hvala vam na sugestiji. Izvinite, šta? To što ti kaže ovaj... Naravno, apsolutno, to su dobro, verujte, znači želim da, ko mene poznaje, kolega gospodin Tari mi poznaje, ja ove sugestije apsolutno prihvatam dobronamjerno, želim samo da znate da apsolutno ništa nije namjerno. I da, jako vodim račun o svemu, da su po meni omogućeno je pripadnicima i mađarske, ali sad konkretno govorim pripadnicima mađarske nacionalne pripadnosti, omoguće svoja prava. Želim da vam kažem da do sada nismo imali apsolutno ni jednu primedbu, iako je bilo... ...vetségi jellegű országban, ahol bizonyos tartományokban van jelentős magyar nyelvű úgymond kisebbség, vagy nemzeti kisebbség,
ott ugye nyilván nem fogja a kúria, mondjuk tehát a legfelsőbb bírói fórum nem fogja előírni azt, hogy a nyelvi kisebbségekhez szóló tájékoztató anyagokat adjanak ki, de helyben ezt biztosítani kell. Kázi, de vrhovni orgáni neće propisati kakve ćete vi obaveštenja izdavati, ali vi možete to nezavisno od njih, to nema... Recite mi na bazi kog propisa, jer mi što da morate imate propis. Nama je, opet se vraćam kao što bi rekli mi pijan plota, sudski poslovnik je nama bukvalni. Sve što piše sudski poslovnik. Ne, 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 zakon o pravima, slobodama i pravima nacionalnih manjina. Ne, 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 ali vjerovatno i statuta opštine, imamo za tam je šakršik, ne, ali opština je opijan. Sud nema... Otišali u Valatvo. Kršik je opština. Sud nema ništa sa statutom opštine. Nema. Pa onda je ovaj zakon. Hvala vam, ja pogledat ćemo i to. U redu, ne, nije problem. Sabaj. Mogu li da dobijem primjer toga ili samo da upišem koji je to zakon? Da je ovom, ne znam se. Službeni list, to je još Savezne Republike Jugoslavije, pa evo imate, 11/2002. Samo malo, list, SRJ, je li tako? Kaži, recite mi broj, još jednom pomoći. Kažite mi naziv zakona, tačno molim se. Zakon o pravima i slobodama nacionalnih manjina. Više puta je menjan, zadnji puta 2013. Koji je broj iz 13? 97. I menjan je i broj 1 2013. treće godine. Kroz tri? Da, i 72 kroz 2009. Evo sad ćemo ponoviti. Znači 11/2002, dobro. 1/2003, dobro. 72/2009 i 97/2013. Igraš kuđa nestu, ja nije viš igraš. To je odluka Ustavnog suda. Ne, to je meni kaže da isto to propisuje i zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama u članu 11. Upotrebi jezika i pisama. Član 11. Da, hoćete evo i ovdje, ako hoćete da vam... Član je, nema potrebe. To ćete naći, pa... Ja vam se zahvaljujem na ovim sugestijama, ja nije sporno da ćemo mi to da... Kjer se mi šteta, da smo... Dopunimo da, međutim, opet se vraćam na to, ja hvala vam, znam da je ovo dobronamerno, znam da je u najbolju... Udomo da zio sam neku... Apsolutno, znači, nikakav problem ispraviti, dopuniti. Volio bih da sljedeći put kad dođete, po pitanju ovoga ću stvarno pogledati vodič ako postoji neka mogućnost. Mogu reći ovako, to sad već ne prevodim, nego ja kažem, u sudu u Novom Sadu ima tih raznih brošura. Odlično, ja ću postoji. Da, ovdje vidi, kao onak jedan... Ja ću vama, znači vidite ovako... Ja biro šak honlap, ja nisam jevan udjelić ketnje, ja bih feli da to kad... A imate li vaš sajt na internetu? Imate li isto na dva jezika? Köszönjük szépen, nagyon hasznos volt. Demokratske stranke. Köszönjük szépen. Prijatno, sve najbolje, želim vam srećan put. Nadam se da sljedeći put kad budete došli, da ćemo ispraviti te stvari koje u stvari dopuniti. Vrata su otvoreno, dobro došli. Srećan, Köszönjük szépen. Pozdravljam se. Nadamo se da ćete uspjeti da ostvarite za nabijaše. Budite sigurni da ću dati svoj maksimum, tako da sve to... Opšto se me ne, apsolutno. Još jednom pozdravljam vas, sve najbolje, prijatno. Gospodine Dari, prijatno.